Sziasztok! Ebben a kis videóban a lenolajnak a tisztításáról fogok beszélni. Meg fogom mutatni a videóban lépésről lépésre, hogy hogyan kell házilag tisztítani a lenolajat. A lenolaj házilagos tisztításának több szempontból is van értelme. Az egyik, hogy jelentősen olcsóbban tudunk így nagyon jó minőségű festéshez, festőszerek készítéséhez használatos lenolajhoz jutni. A másik nagyon fontos szerepe, hogy nem csak az ár, az olcsó ár, hanem az, hogy az ilyen olajat tulajdonképpen egy csomó tulajdonságban messze kimagaslik a többi művészeti célra felhasználható olajból. Tehát mondjuk a készen kapható úgynevezett művészlenolajoknak más az előállítási módszere, mint az ilyen házilag tisztított olajoknak. És ezek a házilag tisztított olajok sok szempontból jobb minőségűek a festészethez, mint a gyári olajok. Tehát olcsóbban is tudunk így olajat, megfelelő minőségű olajat nyerni, illetve még jobb minőséget is kapunk. És most a videóban meg fogjátok látni, hogy milyen hétköznapi, vagy milyen közönséges és milyen egyszerű ez a megoldása, hogy ezt az olajat így elő lehet állítani. Ezt a videót egyébként kicsit korábban vettem fel, Alsónánán tartottam egy egyszemélyes, háromnapos anyagismereti workshopot, ahol egy érdeklődő számára tartottam előadásokat a festészetnek az anyagismeretéről, és hát mélyebben belementünk dolgokba. Több ilyen jellegű videót is láthattok majd hamarosan, ahol a festészetnek ilyen különleges anyagait mutatok be. Tehát akkor most az olajnak a tisztításával fogunk foglalkozni. Ez itt a Solio hidegen sajtott lenolaj. Ugye, ahogy mondtam, ez olyan tisztaságú olaj egyébként, ez egy gasztronómiai olaj, ami arra való, hogy akár salátára lehet tenni, tehát magas az omega 3 tartalma, úgyhogy ez egyébként nagyon egészséges is, és emberi fogyasztásra alkalmas, és hát festék meg festőszer készítésre is az egyik legjobb anyag, ugyanígy a Solio dióolaj, én ezeket használom. Most amikor az olajokat kinyerik, tehát ugye begyűjtik a magokat, mondjuk a lenmagot, azt valamilyen mezőgazdasági módon betakarítják, és olyankor rengeteg szennyeződés kerül a magok közé, különböző növényi részecskékből, ilyen törek maradványok, esetleg gyommagvak, egyéb gyomnövények magvai, és ezek a szennyeződések is a préselés folyamán belekerülnek valamelyest az olajba, amik olyan jelenlétet okoznak egy ilyen olajba, ami okozhatja az olajnak az erősebb öregedését, a lassabb száradását, a nagyobb sötétedését. Úgyhogy ha ezeket kitisztítjuk belőle, akkor sokkal egy jobb minőségű olajat kapunk. Az ilyen tisztított olaj egy kicsit világosabb lehet, és a száradási ideje is egy kicsit javulhat, tehát gyorsabb lehet, illetve jobb, kevésbé sötétedhet később. Tehát az idővel, tehát ilyen előnyöket tudunk elérni. A legegyszerűbb tisztítási módszer, hogyha a vizet meg olajat összekeverünk, tehát egy ilyen pillepalackot szoktam használni, amit nagyjából olyan egyharmadig vagy max félig töltök vízzel, és akkor a víz mennyiségének kb. Az egyharmadát töltöm hozzá olajjal, vagy olajból. Tehát a lenolajat most beleöntöm ebbe a fél palack vízbe. Olyan verzió van még, hogy lehetséges súlypátot használni. Ez a bárium szulfát. Ez egy nagyon nehéz ásványi ödlemény. Ez egy fehér por. És hogyha ezt keverném össze az olajjal, akkor ez leülepszik az olaj aljára, ugyanúgy összerázzuk vele, mint ahogy most a vízzel fogjuk, és
szintén képes arra, hogy az olajban lévő szennyeződéseket magába gyűjti, és leviszi, leülepíti az edény aljára. Tehát a bárium szulfátot úgy szokták használni, vagy köznyelven súlypátot, hogy, vagy baritnek is szokták nevezni, hogy lehet akár így vízzel együtt kombinálva, tehát pluszba, és akkor a barit, amit tud, levisz az üveg aljára, aztán később még a víz meg az olaj is külön fog válni egymástól, vagy tisztán csak olajat meg súlypátot használunk, és akkor azt összerázzuk jó alaposan, több alkalommal, kicsit várunk egy-két órát, még ülepszik, újra összerázzuk, ezt többször megismételjük, és akkor utána hagyjuk pihenni, amíg teljesen le tud ülepedni. A másik megoldás, hogy egyszerűen vízzel rázzuk össze az olajat. A víznek van egy ilyen mágneses polaritása, ami húzza az olajból ezeket a nyákanyagokat, és ugye a víz az könnyebb, vagy nehezebb, mint az olaj, tehát mindenképpen, ha össze is keverjük, akkor is idővel külön fog válni. Tehát most látszik ugye, hogy fölül van az olaj, alul a víz, most ezt ilyen sékelő mozdulatokkal jó alaposan összeálltuk. Tehát most így néz ki, gyakorlatilag ilyen tejfehér színű lett, ez az emulzió. Ugye amikor a vizet meg az olajat összekeverjük, azt az anyagot emulziónak hívjuk. Most ez szép lassan, ez külön fog válni. Most ezt a folyamatot a mai nap folyamán még kétszer-háromszor megismételjük. Tehát majd észre fogjuk venni, hogy egy idő múlva már elindul ez a különválás, akkor újra összerázzuk. Ezt kétszer-háromszor megismételjük, utána hagyjuk egy két napig pihenni, a két nap alatt teljesen föl fog jönni az olaj a víz tetejére, teljesen külön fog a két anyag válni egymástól, és már itt már most látszik egy kicsit, egy világosabb gyűrű, ahogy már el is kezdett külön válni. És akkor, ha sok szennyeződés van az olajba, akkor látni fogunk az olaj és a víz között egy ilyen fehéres színű, nyákszerű réteget, azaz a szennyeződés, amit ki akarunk iktatni a közegünkből. Úgyhogy utána azt kell megoldjuk majd, hogy az olajat úgy távolítsuk el a víz tetejéről, hogy azt a nyák is ott maradjon, tehát hogy az tisztán az olajunk jöjjön le. És akkor ezt a procedúrát, hogyha nagyon sok a szennyeződés az olajba, azt egyébként a nyák mennyiségéből tudjuk megítélni, akkor kétszer-háromszor is megismételhetjük, tehát így tulajdonképpen az olaj komplett letisztításának az ideje mondjuk két-háromszor ilyen három nap körülbelül, tehát eltarthat egy ilyen 9-10 napig, és akkor ez idő alatt elvileg az összes ilyen szennyeződést le tudod redukálni, akkor kapsz egy teljesen tiszta olajat. De előfordul minden, hogy az ilyen szóli olajoknál, hogy olyan kevés a szennyeződés, hogy akár egy alkalom is elég lehet, tehát jelentős mennyiségű szennyeződés nem marad benne. Már most látszik, hogy milyen szépen válik külön. Hát most ezt ilyenkor szépen félre kell tenni, és akkor egy darabig ezzel nem foglalkozunk. Majd később megnézzük, hogy hogy mutat. Tehát ezek az olajaink, amivel dolgozni fogunk. Ugyanezt a dióolajjal is el lehetne végezni, tehát ez mindegyikkel érdemes. A következő dolog, amiről beszéltünk, hogy miért, akkor egy kicsit beszélek ezekről az olajokról, hogy miért olyan fontos, hogy ezeket az olajokat így letisztítjuk. Tehát a festményeknél, ugye, ahogy az idő kész az olajfestmény, akkor az olajnak olyan tulajdonságai vannak, hogy bizonyos fotokémiai reakciók játszódnak le, ez abban nyilvánul meg, hogy a festmény, ahogy idősödik, azt tapasztalhatjuk, hogy besötétedik valamelyest, sárgul, illetve sötétedik, tehát sötétebbek lesznek a színek. Ez azért van, mert az olajoknak van egy olyan tulajdonsága, hogy főleg, hogyha nem éri őket fény, UV-fény vagy napfény,
akkor besötétednek. És az az érdekesség, azért hívják fotokémiai reakciónak, mert hogyha újra kiteszik napfény hatásának, illetve UV-fényre, akkor kivilágosodnak. Tehát megint egy néhány nap alatt, vagy egy-két hét alatt visszanyerik azt az eredeti világos formájukat. Ezt egyébként úgy lehet még házilag tesztelni, hogy ugye látszik, hogy most ennek az olajnak eléggé sötét ezeknek az olajoknak a színe, szép sötét sárgák, érett színük van, hogyha egy üvegbe kitesszük a, mondjuk egy ablakpárkányra, egy déli fekvésű ablakpárkányba, ahol egész nap éri a nap, akkor azt tapasztaljuk, hogy 1-2-3 hét alatt rengeteget világosodik az olajunk, tehát egészen halvány sárgás színe lesz. Tehát ugyanúgy ott is a nyers olajat is, hogyha tartósan napfény éri, akkor kivilágosodik. Sajnos ezt a tulajdonságát nem tudja megőrizni, tehát ez sokan ezt a napon világosítást ezt azért csinálják, mert festés közben akkor kevésbé lesz befolyásol a színekre, tehát ugye el tudjuk képzelni, hogy egy fehér pigment egy kissé sárgás fehér lesz ettől az olajtól enyhén, vagy egy kék pigment enyhén zöldes lesz, de azért ez nem olyan jelentős mértékű szerintem, hogy nagyon aggódni kellene miatta, és ez a napon való világosítás, ez egy ilyen árnyékra vetődés, úgymond, mert nyilván az a kép utána valahol, amit ilyen olajjal festünk, az szobába lesz, és az úgyis vissza fog sötétedni, tehát vissza fogja nyerni minimum ezt az állapotát, ráadásul az olajnak a természetes sötétedése miatt még sötétebb lesz. És különböző olajok különböző mértékben hajlamosak sötétedni. Tehát a legjobban, ami a legsötétebbre tud sötétedni, az a lenolaj. Ugyanakkor a lenolaj az az olajunk, aminek a legrugalmasabb alakból a filmrétege, illetve ő az az olaj, ami a leggyorsabban szárad. Tehát most mi láttátok itt az első részben, hogy megcsináltuk ezt az olajat, és most közben itt eltelt kettő nap, ezt két videóból raktam össze utólag ezt a felvételt, amit most néztek. Tehát közben eltelt két nap, és a két nap alatt annyi történt, hogy több alkalommal összeráztam ezt az olajat, ahogy a videóban is ugye előtte elmondtam, és miután több alkalommal így összeráztam, ugye néhány óra pihentetés múlva elkezdett a víz és az olaj különválni, akkor ez az ismételt összerázás segített, hogy ezek az úgynevezett szennyező nyákanyagok jobban különváljanak. És most a videót folytatásában, ebben a második részben azt láthatjátok, hogy a két nap elteltével kialakult ez a bizonyos nyák réteg, illetve az olaj tetején az a habos réteg, amik a szennyeződéseket jelentik, és akkor hogyan fejtem le ebből a tiszta olajat, hogyan választom szét a vizet, az olajat és ezeket a szennyeződéseket tulajdonképpen. Ezt fogja ez a videó bemutatni, úgyhogy nézzétek meg ezt is. Jó, tehát akkor most a lenolajunk közben egy két nap alatt szépen külön vált a víz és az olaj egymástól, és a víz és az olaj között kialakult az a nyákréteg, ami azt a szennyeződést jelenti, amit el szeretnénk távolítani, illetve a tetején is van egy ilyen habos réteg, ami szintén nem kívánatos. Tehát ezek azok a dolgok, amit az olajból el akarunk távolítani ahhoz, hogy megfelelőnek ítéljük meg. Tehát jól látható ez a fehér gyűrű az olaj és a víz között. Ez az a bizonyos nyákanyag, amit ki akarunk szedni, illetve ezt a habos réteget. Ez nem mindig keletkezik, attól függ, hogy lehet, hogy a vízbe is volt egy kis valami, vagy az olajba, tehát ez néha van, néha nincs jelentősége. Ezt úgy szoktam én megoldani, hogy beleállítom egy ilyen nagyobb edénybe, és a nyákréteg fölött kimetszem a palackot. Azért használok ilyen műanyag pillepalackokat, mert ez eldobható, egyszer használatos, de erre nagyon jó. Kimetszem a palackot a nyákréteg fölött, és szépen lecsapolom gyakorlatilag az olajat, mert hogyha most fecskendővel akarnám leszívni, az is egy járható út lenne, de ugye az hosszadalmasabb lenne, meg
Hát nehéz úgy egészen közvetlenül a nyákréteg fölött már nehéz úgy a fecskendővel szívni, hogy ne kezdje felszívni a nyákréteget is, mert a szívó hatás miatt megindul az is fölfele, és könnyebben összekeveredik. Tehát egy szikével megvágom a nyákréteg fölött az üveget. Kinyitom a kupakot. Na, így lesz jó. És akkor azt szoktam csinálni a maradékkal, ezzel a nyákos, kevés kis nyákos olajjal, hiszen ugye tökéletesen nem tudok mindent eltávolítani, mert annak érdekében, hogy ne nagyon kerüljön bele nyák, ezért egy pár milliméter marad a nyákréteg fölött, mikor megállok. Azt szoktam csinálni, hogy összegyűjtöm, tehát átöntöm egy másik palackba, vagy egy üvegbe, és amikor több alkalommal csinálok ilyet, akkor szép lassan megint összejön annyi mennyiség, hogy abból megint majd vissza tudok nyerni egy adag olajat. Nem lesz jó. Most már a habot is szedi. Esetleg egy fecskendővel még megpróbálhatom. Tehát még egyszer mondom, hogy ez a, ami most így veszteség, tehát itt azért még van egy jó fél centi, egy centi tiszta olajréteg, de ezt már nehéz most innen úgy kiszedni, hogy vagy a habot, vagy a nyákot ne szedje magával. Úgyhogy ezt átöntöm egy másik üvegbe, és akkor ugye két-három alkalommal ismét gyűlik annyi olaj össze, hogy összeadódnak ezek a rétegek, és akkor ezt már újra át tudom ugyanígy vízzel összerázom, és ugyanúgy kezdem a folyamatot előről, és akkor megint le tudok belőle valamennyit szedni. Illetve egy keskenyebb palackba teszem, akkor megint vastagabban gyűlik össze, és akkor ismét könnyebben le tudok még szívni belőle. Tehát ilyen lehetőségek vannak. Tehát ez volt az a videó, ahol bemutattam az olajoknak a házilagos tisztítását. Ezt a videót két célra is felhasználom. Egyrészt itt a YouTube-on, ahol most nézitek, ugye itt megosztottam a nagy nyilvánossággal is, és ehhez a videóhoz egy blogbejegyzés is, ahol még néhány érdekes információt elmondok az olajok házi tisztításáról. Hogyha ide kattintotok ide a jobb felső sarokba, akkor ezt a videót meg tudjátok, vagy ezt a blogbejegyzést meg tudjátok nézni az új már működő blogomon. Illetve ez az a videó, ami már megjelenik a Régi Mesterek Festőtechnikái című online festő tanfolyamomban is. Ezt a festő tanfolyamot pedig ide jobbra kattintva, illetve nektek a bal felső sarokba tudjátok megnézni. Ebben a tanfolyamban nagyon sok olyan dolgot bemutatok, hogy milyen módszerekkel dolgoztak a régi mesterek, és ezek a módszerek közé tartozik az olajok házilagos tisztítása is, amit az előző videóban láttuk. Tehát
a régi mesterek festőtechnikái tanfolyamban is releváns ez a videó. Aki a tanfolyamot végzi, ő tapasztalni fogja, hogy ezekről az olajokkal kapcsolatos ismeretanyagból egy sokkal bővebb, mélyrehatóbb ismeretet is átadok, tehát a videóban látható és a blogbejegyzésben olvasható ismeretanyagon kívül még nagyon-nagyon sok tudás anyag van az olajokról, ami praktikus, mert rengeteg pénzt lehet így megspórolni, illetve olyan új érdekes működésű anyagokhoz tudunk egyszerűen házilag hozzájutni, amelyek a festő technikai lehetőségeinket szélesítik, és rengeteg olyan technikát meg tudunk csinálni, amit ma nem biztos, hogy másként meg tudnánk, de ezekkel az anyagokkal olyan hatásokat tudunk elérni, mint a régi nagymesterek, mint például Velázquez, vagy Rembrandt, Rubens és társaik. Tehát mindenképpen olvassátok el a blogomat, illetve akit jobban érdekel a dolog, ő pedig nézze meg ezt a régi mesterek technikái tanfolyamot esetleg. Köszönöm, hogy velem voltatok, sziasztok!